terrorelhárítási központ munkatársai különleges biztonsági intézkedések mellett fogták el a fegyverkereskedőt. A kommandósok be sem mentek a házba, mert attól tartottak, hogy a férfi, aki korábban tűzszerészként szolgált a honvédségnél, esetleg bombacsapdával várja őket. A férfi végül ellenállás nélkül megadta magát. Szomszédai ekkor tudták meg, hogy mivel foglalkozott. Én is olyan kisgyerek voltam, még a nagyapját is itt lakott. Ha itt nőtt föl, ez a soha semmi baj nem volt a gyerekek. A terrorelhárítás tűzszerészei valóságos fegyverarzenál találtak a házban. Távcsöves puskákat, automata fegyvereket, pisztolyokat, kalasnyikovokat, géppuskát, aknavetőt és egy váról indítható páncéltörő rakétát foglaltak le. A fegyverek egy része éles volt, van köztük új és használt is. A házkutatás közben a helyszínre érkezett a terrorelhárítási központ főigazgatója is. Pár kilométerre van a Gödöllői Igazságügyi Kastély, Soros EU-nak az egyik bázisa, ahol ma megjelenik ugye az Európai Uniónak és az összes ilyen szervezetnek, aki ezen a tanácskozáson részt veszik, a képviselője, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez pont időszerű, hogy nagyon gyorsan kell reagálnunk erre az információra. A terrorelhárító szerint az egész környék veszélyben volt. A házban lakó férfi ugyanis a saját garázsában szerelte szét az illegálisan vásárolt lőszereket. A csaknem fél napig tartó házkutatás után a tűz